Teljesen világos tehát, hogy Oroszország és Magyarország sorsa bizonyos értelemben az elmúlt 8 esztendőben összefonódott. Nekünk, a mai döntéshozóknak fontos felelősségünk, hogy ezt milyen irányba tereljük. Vannak olyan tények, amelyekkel kénytelenek vagyunk szembenézni. Ez Magyarország elképesztő mértékű energiafüggősége és energiakiszolgáltatottsága. Ma a magyar energiafelhasználás 80-90%-a egy irányból, keletről Oroszországból érkezik, és ez kényszerpályára állítja a magyar gazdaságpolitikát, a magyar energiapolitikát. Fontos célkitűzéseket fogalmaztunk meg a következő 20 évre vonatkozólag, hogy próbálunk függetlenedni, de ez egy nagyon nehézkes feladat. Én azt gondolom, hogy Martonyi János szavaira, amire hivatkoznak a könyvet dicsérők is, és a könyvet méltatók is, mármint hogy kiegyensúlyozott és korrekt kapcsolatokra törekszünk, ezek komoly kérdéseket vetnek majd fel mindannyiunk számára a következő években, hiszen az Oroszországhoz való viszony történeti aspektusban, amit Mirabel Ágnes az elmúlt évtizedekben részletesen elemzett, mindig értékválasztást is jelentett. Értékválasztást jelentett 1849-ben, értékválasztást jelentett 1918-ban és 1919-ben, értékválasztást jelentett 1945-ben, értékválasztást jelentett 1958-ban nagy ének kivégzésekor, értékválasztást jelentett az elmúlt 20 év minden kormányzati döntése alkalmával. Aki Oroszországhoz közeledik, lehet, hogy gazdasági értelemben ennek a közeledésnek, ennek a korrekt kapcsolatnak nyertese, győztese, zsermelyik gyarapítója lesz, de fölap valamit a demokrácia, a szabadság jogok gyakorlása tekintetében. Világos, hogy Magyarország katonai erőt, katonai támogatást, gazdasági támogatást, stratégiai támogatást és szövetségest nyerhet Oroszországban és Oroszországból a következő években. Egy dolog soha nem jött keletről. A keleti szelek Európának ebben a térségében demokráciát és szabadságjukat soha nem fújtak. És azt gondolom, ennek a képnek ez a legnagyobb tanúsága, hogy részletesen megismerhetünk egy gazdaságpolitikai rendszert, ami ki és felépült Oroszországban Putin kormányzás alatt. Egészen példamutató orál history formájában megismerhetjük a szereplőket. Egy lexikonszerű példatárban ebben a könyvben, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy kik gyakorolják Oroszországban a hatalmat, kik a gazdasági hatalom koncentrációnak a nyertesei, birtokosai, felsorolja őket, nevesíti az életpályájukat és bemutatja. És természetesen ez tanúsággal jár, hiszen a könyv maga három magyar nagyvállalatnak a sorsán keresztül igyekszik bemutatni az előbb idézett magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat. Megismerkedhetünk a Malév történetével, a MOL elmúlt évekbeli történetében kaphatunk betekintést, és a kevesek által ismert, azonban a magyar energiapiacon komoly szerepet betöltő és komoly büntetőjogi konzekvenciákkal szembesülő ENFESZ nevezetű gázszolgáltató cégnek a sorsát is nyomon követhetjük ebben a könyvből. Tehát ajánlom mindenkinek, akit érdekel a hétköznapok valósága, érdekel egy olyan keleti világ, amely nem a demokráciáról, nem a szabadságról, hanem egyfajta speciális hatalomgyakorlási módszerről szól. Akit érdekel a hatalom, akit érdekel a gazdaság, érdekel Oroszország általában véve. Ha megengedik egy személyes megjegyzéssel, fejezném be a mondandómat. A mi megismerkedésünknek bármilyen hihetetlen, nem a konzervatív jobboldal szokásos találkozó helyei a bölcsője. Mi egészen más körülmények között ismerkedtünk meg. Történeti aspektusa van a megismerkedésünknek. Én ugyanis Gereben Ágnes és Kun Miklós történeti kérdésekkel kerestem meg jó néhány évvel ezelőtt, kezdő polgármesterként, és Oroszországról szerettem volna velük beszélni. Ők velem politikáról akartak beszélni, mindenkitől azt várnak, amihez talán ért, vagy ezt tételezik föl. Én engem csak Oroszország érdekelt, őket csak a politika érdekelt. Aztán kompromisszumot kötöttünk, hogyha én megyek hozzájuk, akkor a gondoló előtt Oroszországról, az orosz irodalomról, az orosz balettról, az orosz kultúráról beszélünk, amit egy nagyon fontos dolognak tartok, és személyesen nagy híve vagyok. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a 20. század egyik legfontosabb történeti eseménye volt, ami Oroszországban az orosz 1905-ös forradalom és az első világháború kitörése között zajlott, illetve az első világháború közben a szovjet forradalomban, illetve a hatalomátvételbe és pucsba torkolott. Aki ennek a 11-néhány évet a történetét megismeri, feldolgozza, az levonhatja a 20. század összes történeti tanúságát már a legelején, az 1900-as évek elején. Ezekkel a kérdésekkel bombáztam unatkozó polgármesterként a történész professzorokat, akik pedig a politika számomra nem túl érdekes ügyeivel próbáltak engem bombázni. A kiegyezés eredménye az, hogy rendszeresen Oroszországról, az orosz képzőművészetről szoktunk beszélgetni, így jutott nekem az
párti kitüntető figyelem, hogy a könyv bemutatóján részt vehetek. Ajánlhatom minden kedves érdeklődő figyelmébe ezt az alkotást, amely nyugodtan beilleszthető Geremel Ágnes eddigi történészi kutató munkájába, azzal a megjegyzéssel, hogy Oroszország és Magyarország viszonyát, a magyar gazdaság fogaskerekeit és az elmúlt 8 év magyar belpolitikai történéseit akkor fogja a széles magyar társadalom megérteni, hogyha lesznek olyan könyvek, lesznek olyan alkotások, amelyek társadalmasítanak kérdéseket. Ma Oroszországról fikciók, szerény ismeretanyaggal, szerény távítudással rendelkező dolgok vannak az emberek fejében, amelyek messze állnak attól a valóságtól, amelyet az orosz gazdaság ereje, brutalitása, katonai nagysága jelent ma a 21. században. Ahhoz, hogy a széles magyar közvélemény szembesüljön ezzel, hogy legyen egy veszélyérzete, hogy legyen egy távolságérzete, hogy távolabb kerüljünk a nosztalgiától, ami él a magyar közvéleményben olykor-olykor, ahhoz nagyon fontosak azok a művek, amelyek nem csak arról szólnak, hogy 1990 előtt mi történt a Szovjetunióban és a Szovjetblokkban, hanem arról is szól, hogy mi történt 1995 a Közép-Európában, és ebben az oroszok gazdasági, politikai, stratégiai értelemben milyen szerepet játszottak, milyen szerepet játszanak, és ami minden képviselőtársam és kormányzati tisztviselő számára fontos, milyen szerepet akarnak játszani a jövőben, hiszen a könyv óriási tanúsága, többször hivatkozik erre az író is, hogy ez nem egy lefutott mérkőzés, az orosz kapcsolat élő dolog, alakítja a magyar hétköznapokat, és az a legrosszabb feltételezésem, hogy befolyásolni is akarja a magyar hétköznapokat és a magyar jövendőt. Ezért aztán ajánlom mindenkinek, akit érdekel a politika, a hatalom, a gazdaság, és nyitott Oroszországra, arra az Oroszországra, amelyet lehet szeretni, lehet gyűlölni, de semleges Oroszországgal szemben senki nem lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ajánlom mindannyiuknak a könyv olvasását. Egy hosszú és alapos olvasmány élményre számítsanak. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok meg.